Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Új helyre, egészen pontosan ide az Irányi Dániel utcába költözik az Alba Bástya Központ 15 irodája. A munkálatok már elkezdődtek, erről lesz a mai műsorunkban. Székek és padok egy kupacban az előadóteremben, lassan minden bútor kikerül az épületből. Már dolgoznak a szakemberek, teljes felújításon esik át az ingatlan. A tetőcserén túl a teljes belső tér átalakul, azt az intézmény speciális feladatainak figyelembevételével alakítják ki. Egyrészt egy épületben tud lenni ez a korábban említett 15 ingatlan. Ez nagyon-nagyon fontos olyan szempontból, hogy a kollégák egy helyen tudnak dolgozni. Itt nem egy meglévő épületbe kell beköltöznünk majd, hanem egy olyan épületbe, ami átalakításra kerül, pontosan azokat a szempontokat figyelembe véve, amikre nekünk szükségünk van. Tehát itt interjúszobák kerülnek kialakításra, ahol az egy ügyfél és egy segítő beszélgetés le tud zajlani, de kialakításra kerülnek közösségi terek, ahol kamasz fiatalokkal vagy csoportokkal tudnak dolgozni a szakembereink, kialakításra kerülnek csoportszobák, ahol esetleg egy kisebb közösségnek a problémájáról lehet beszélni, akár egy közvetítést, egy mediációt le lehet menedzselni, de kialakításra kerül egy családkonzultációs szoba is, ahol például egy családnak a nehézségeit, a működési zavarait próbálják megoldani a kollégák. Ehhez pedig olyan légkörre, olyan helyiségre van szükség, ahol el tud indulni a segítő folyamat, a kommunikáció. És azt gondolom, hogy talán a legnagyobb pozitívum ennek az épületnek az, hogy egy közel 100 fős előadó termet is tartalmaz. Ennek a felújítása is része a mostani projektnek, ami pedig nagyban fogja támogatni az intézményünknek az észlelő és jelzőrendszeri koordinatív tevékenységét. Intézményünk az, aki összefogja azokat a segítő vagy egyéb szakembereket, akik a gyermekekkel, fiatalokkal kapcsolatba kerülnek. Mi évente a részükre különböző információnyújtással, támogatással és rendezvényekkel, illetve közös egyeztetésekkel, esetmegbeszélésekkel, esetkonferenciákkal segítünk, és például csak a 2019-es évben egy ilyen nagy éves tanácskozásunk 100 fő felett, illetve 13 kisebb ilyen 20-25-30 fős egyeztetésünk volt. Ezek jövőre be tudnak kerülni ebbe a házba, kvázi egy fix helyszíne tud ennek lenni. Azt gondolom, hogy méltó körülmények között tudnak a szakemberek majd egy-egy gyermeknek segíteni, vagy egy-egy családnak segíteni. Ugye a tájékoztatón elhangzott, hogy az infrastruktúrális fejlesztések mellett eszközbeszerzések és járműfejlesztések is lesznek. Ez tulajdonképpen mit akar? Így van. Kettő jármű, ami itt is áll a ház mellett, ez már megvalósult. Ezek a járművek támogatják azt a 74 kollégát, aki dolgozik az intézményünkbe. Ugye említettem, hogy itt mind Székesfehérvári, mind pedig a járás 24 településén történik a munkavégzés. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy az autókkal a kollégák gyorsabban tudnak eljutni egy-egy helyre, vagy hatékonyabban tudnak dolgozni. A két autó, ami kínál, az egyik, az egy 7 személyes autó, amivel több kollega tud egyszerre utazni, vagy pedig, hogyha olyan segítségre van szüksége egy családnak, hogy szállítanunk kell valamilyen krízis helyzet miatt, akkor itt akár egy nagyobb családot is tudunk szállítani, illetve a másik autó az pedig egy kicsit dobozosabb, tehát kicsit az adományok közvetítésére, a szállítására alkalmas, ezt is nagyon-nagyon sokat használják a kollégák. Ezzel is szintén távlatok nyíltak a kollégáknak a szakmai munka végzésében. Amit még az eszközfejlesztések tartalmaznak, az ebben az ingatlanban lévő bútorok, majd tehát például az előadóteremnek a székei, illetve a ügyfélfogadó helyiségnek a bútorai, illetve egyéb bútorok, informatikai eszközök vannak még a pályázatban. És szót kell ugye ejteni arról is, hogy nem véletlen, vagyis hát szerencsés a helyszínválasztás is. Így van, azt gondolom, hogy a helyszínválasztásnak van egy óriási pozitívuma. Több olyan szakmai partnerünk is van itt a közvetlen környezetben, környező utcákban, akikkel nagyon sokat dolgozunk együtt, akár a Fejér megyei kormányhivatal járási hivatalát, vagy a kríziskezelő központot, de akár a munkahelyi központot is említhetném, akik tényleg egy utcányira vannak ettől az ingatlantól, és azt gondolom, hogy az általunk támogatott, segített családok között azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik más intézménynek a szolgáltatását is igénybe veszik. A Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ ajtaja nyitva áll azok előtt, akik családi problémákkal, nehézségekkel, vagy gyermekneveléssel kapcsolatos, esetleg anyagi problémákkal küzdenek, nem csak Fehérváron, hanem a járásban. Az intézmény jelenleg 16 telephelyen látja feladatait város szerte.
Hamarosan viszont összeköltöznek az irodák, és egy teljesen új, modern épületben látja el a szociális szolgálatot az intézmény, és Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ néven működik tovább. Az intézményünk szociális alapszolgáltatásokat nyújt Székesfehérváron, illetve a székesfehérvári járásnak a 24 településén vagyunk még illetékesek. Ez nagyjából 150 ezer fős ellátotti területet jelent, és jelen pillanatban 74 státuszon dolgoznak a kollégáink, akik a feladatainkat ellátják. Ha leszeretném egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy humán végzettségű segítő szakemberekkel dolgozunk, de van pszichológusunk, családkonzulensünk, fejlesztő pedagógusunk, és a kollégáinknak a nagy része családsegítőnek, esetmenedzsernek, illetve óvodaiskolai szociális segítőnek hívják státusz szinten, de szociális felsőfokú végzettséget, tehát szociális munkások, illetve szociálpedagógus szakemberek dolgoznak nálunk zömében, és bármilyen családi problémával, nehézséggel, gyermekneveléssel kapcsolatos nehézséggel, anyagi problémával lehet hozni, és fordulnak is hozzánk a székesfehérváriak. Most jelen pillanatban 16 helyen működik az intézményünk a városban, zömmel a Palotavárosban vannak az irodáink, és az önkéntesen hozzánk fordulók, tehát a segítséget kérőkön való segítésen és támogatás mellett vannak olyan hatósági feladataink is, amit pedig az esetmenedzsereink végeznek, tehát amikor valamilyen nagyobb nehézség, nagyobb probléma vagy egy gyermek veszélyeztetettség történik, akkor pedig hatósági gyermekvédelmi intézkedésekben is végeznek feladatot a kollégáink. Nagyon változó problémákkal találkoznak. Én azt gondolom, hogy a gyermeknevelési nehézségek vannak, azt gondolom, amit ki lehet emelni, illetve emellett azt is el lehet talán mondani, hogy a tavalyi évben kevesebben fordultak hozzánk anyagi problémával, mint a korábbi év, anyagi nehézségekkel, mint a korábbi években. Nagyon sokat foglalkozunk egyébként információnyújtással, tanácsadással, tehát a különböző akár jövedelemtranszferekhez, akár adományokhoz, akár egy ösztöndíjhoz, valamilyen szolgáltatáshoz való hozzájutásnak a megszervezés az odavaló közvetítésével. És azt gondolom, talán ez, amit így elsőre kiemelnék. Számokat lehet-e mondani, hogy például az elmúlt évben hány családhoz sikerült eljutni tulajdonképpen az intézménynek, és hány emberen tudott segíteni? Nagyjából éves szinten olyan 1500 család, akivel mi kapcsolatban vagyunk szolgálat szinten Székesfehérváron, és még 1500 család, akivel pedig a központ szakmai egységünk van kapcsolatban. Tehát egy nagyjából 3000 családdal dolgoznak a kollégáim. Ezt még kiegészíteném annyival, hogy a tavalyi évben már egész évben dolgoztak az óvoda és iskolai szociális segítők, amely egy újonnan bevezetett szolgáltatási elem, és ők Székesfehérváron és a járásban és az összes köznevelési intézményben jelen vannak. Itt is egy óriási számadatról beszélünk, ahány gyermekhez eljutnak, de ez egy olyan szolgáltatásunk, ahol inkább prevenciós jelleggel vagyunk jelen. A munkálatokat a város polgármestere is megtekintette. Cserpalkovics András örömét fejezte ki a fejlesztéssel kapcsolatban. Ma 16 különböző helyen működik részegysége ennek az intézményünknek. Ebből 15 egység az ide fog az Irányi Dániel utcába beköltözni, tehát ez egy igazi új ellátócentrum lesz, központi iroda épülete lesz, ügyfélszolgálata lesz az Alba Bástyának. A Sütő utcában, a Palotavárosban tartunk meg egy szervezeti egységet a szakma javaslatára, de 15 egység az itt fog dolgozni, tevékenységét elvégezni. Egyébként ma 74 ember átköltözését jelenti ez. Azért mondom, hogy ma, mert mire ez megtörténik, új szociális feladatok lévén ez a létszám várhatóan eléri a 80-at, sőt, talán meg is fogja azt haladni. Én nagyon örülök, hogy a szociális területen dolgozók számára egy ennyire fontos és jó helyen lévő új munkakörülményeket fogunk tudni biztosítani. Szerintem nagyon megérdemlik, hiszen egy nagyon nehéz munkát végeznek, egy nagyon nagy felelősséggel járó munkát végeznek. A családvédelem területén, a szociális területen egyfajta szociális alapszolgáltatást látnak el. Ez nyilván nagyon komoly szakmai és lelki kihívást is jelent. A munkakörülményekben úgy gondolom, hogy sokat fogunk tudni nekik most adni. Ők ezt abszolút megérdemlik, és nagyon örülök, hogy ezt a beruházást el tudjuk végezni. Több mint 500 millió forintból fog ez megvalósulni. Ez Európai Uniós forrásként a TOP keretéből kerül biztosításra ehhez a beruházáshoz. És nem csak az épületet jelenti, annak a teljes felújítását, hanem jelent eszközpark beszerzését is, és jelent például gépjárművek beszerzését is. Tehát tényleg egy nagyon komplex programról van szó.
Azt hiszem, hogy nagyon jó helyre kerül ez a forrás, és nagyon jó intézményt, és az itteni szakmai munkát fogja szolgálni, és talán még az mindenképpen hozzátehető, hogy annak is nagyon örülök, hogy egy fehérvári vállalkozás az, amelyik a közbeszerzési eljáráson a beruházást elnyerte, és ezt a fejlesztési munkát elvégzi. Ugye a szolgáltatás is fejlődhet azáltal, hogy az épület megújul. Ez mit jelenti Székesfehérvár vonatkozásában? Hány embert érinthet úgy körülbelül, és hát mit jelent majd ez a fejlődésbeli ugrás? Ez igazán nehéz megmondani, hogy konkrétan maga az a szolgáltatási feladatrendszer, amit ez az intézményünk ellát, ez akár sok ezer embert is érinthet, mert például az iskolán belüli különböző szociális munkákat is, az intézményrendszeren belüli ilyen jellegű munkákat is ez az intézményünk végzi. A családvédelem területén is nagyon sok ilyet végez, nagyon komoly munkát végez akár ilyenkor a téli időszakban, hogy tényleg a szociális alap, a szolidaritás mind az érvényesülni tudjon a városban, és azért fog bővülni, mert ez az ellátórendszer folyamatosan bővül, a feladatrendszer folyamatosan bővül, és most jó értelemben fogom mondani ezt a szót, szigorodik is a követelményrendszer, hogy mit kell tudnunk ellátni, meghatározza, hogy mondjuk 1000 iskolásonként milyen szolgáltatásokat kell tudnunk biztosítani, és ehhez nekünk még további embereket, szakembereket kell majd fölvenni a következő hónapokba. Ezért mondom azt, hogy ide valójában több mint 80 ember fog átköltözni, és több mint 80 embernek fog ez munkahelyet is biztosítani. A jövőben lesz-e hasonló fejlesztés a városban? Van, ha csak a szociális területet is nézzük, néhány olyan intézmény, amit szeretnénk ugyanilyen méltó körülmények között elhelyezni. Én például a nővédelem esetében, a családvédelem esetében látok még olyan feladatot, ahol ezt meg kell tennünk. Múlt héten, amikor a teajárattal végigmentünk a városon, akkor láttuk és beszélgettünk például a hölgyek átmeneti otthona tekintetében egy bővítési lehetőségről, amit lehet, hogy akár ott azon a helyszínen a tetőtérbe építéssel el tudunk végezni. Tehát feladat az van még bőven. Egyébként érdekes, hogy most ugye a hét elején vagyunk, egy szociális intézmény felújítási munkájának a kezdetéről tudtunk beszámolni, ami nagyjából egy év múlva be is fog fejeződni, és tavasszal valamikor birtokba is veheti majd ezt az intézmény. De még ezen a héten egy általános iskola felújításának a kezdetéről is be tudunk számolni. Ez azért azt is mutatja, hogy van fejlődés, meg azt is mutatja, hogy egy nagyvárosban mindig van is kihívás. A fejlesztés tartalmazza a felújításon túl az eszközök bővítését, valamint két új jármű állt szolgálatba. Sőt, a jelenlegi dolgozói létszám is növekedik majd. A beruházás 500 milliárd forintból valósulhat meg várhatóan 2021 tavaszára. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!